én konkrétan emlékszem egy játszótéri vitámra, egy ilyen magam korabeli srácsa, akkor elkezdtem utána olvasgatni a doknak és én mondtam, hogy, hogy a Puskás Öcs az a Real Madridban is játszott, és nem csak hogy játszott, hanem három Európa kupát, bajnokok ligáját is nyert a csapattal. És teljesen hülyének néztek, hogy hát a Real Madrid hát az, az, a világ egyik legnagyobb csapat, tehát hogy, hogy, játszhatna ott egy magyar futballista, pláne a Puskás Öcsi, aki nem is tudjuk, hogy élt vagy nem élt, vagy éle még, vagy nem él. Tehát ilyen. És ez nem a mi gyermeki tájékozatlanságunk volt, hanem, hanem azóta már ugye a kutatásaim során nagyon sok ilyennel találkoztam. Ez egy egészen furcsa képződmény a 20. századnak a puskás kép, ami más Magyarországon és más a világ többi részén. Nyilván vannak még árnyalatok, mert nekem azzal is nagyon döbbenetes volt szembesülni, például amikor Kievben jártunk Öcsi már a Szovjetunió széthullása után, akkor a nem is tudom hány tízmillió példányban megjelenő Sport Express, a nagy a szovjet sportnapilapnak a, a főszerkesztője utazott oda Kijevbe, és egy ilyen nagyívű beszédet mondott, hogy, hogy, Puskás Ferenc hatása egyáltalán a szocialista sportra és a szovjet sportra milyen, milyen óriási volt, és ha nincs, nincs, Puskás, akkor nincs labdarúgás, és van milyen hatalmas eh, nagyívű beszédet mondott ott a millió pohár köszöntő közepette, amire persze Öcsi bácsinak csak annyi volt egy olyan 10-15 perc hallgatás után a reakció, hogy mit pofázik ez ennyit, ugye oroszul beszélt eh, eh, a szegény kolléga. Szóval az is egy nagyon érdekes, hogy tőlünk keletre ott ottán nem volt ennyire lefolytva, nem volt ennyire kínos és ennyire kényes a puskás kérdés, ezért, ezért inkább e, e, szabad volt őt tisztelni, vagy szeretni, vagy rajongani, még a 60-as, 70-es években is Magyarországon. E, egészen furcsán alakult ez a dolog. Nagyon torz képek élnek az emberekben. Szerintem nagyjából a, a világban puskás megítélése valós azért valós, mert ahol a sajtó szabadon működött, ott azért figyelemmel követték az emberek az olimpiát, a világbajnokságot, a Real Madridos sikereket, olvastak időnként egy-egy puskás interjút, láttak időnként egy-egy portréfilmet, és sokkal inkább kirajzolódott az ő egyénisége, mint míg Magyarországon szerintem az 50-es években is egy kicsit torz volt, mert akkor megpróbálták ráerőltetni azt, hogy ő a rendszernek a, a cégtáblája a, a munkás sorból, alacsony sorból a felnevelkedett fantasztikus sportoló, aki képviseli a rendszert, képviseli a proletáriátust, és aztán, aztán 56 után meg, meg, meg ugyanazok, akik azelőtt megpróbálták őt a rendszer szimbólumának beállítani, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert egyik pillanatra a másikra el kellett kezdeni, egyébként apelálva arra, arra az, azokra az ellenérzésekre, amelyek az emberekben megvoltak, el kellett kezdeni azon dolgozni, hogy hát ez egy kivételezett gyermeke volt a rendszernek, aki visszaélt azokkal a jogokkal, amelyeket ő megkapott, és, és ahelyett, hogy, hogy szocialista sportolóvá vált volna, ő a kiskapukat kereste, és, és visszaélt a dolgozó nép bizalmával, és utána jött ez, hogy diszidens, meg egyebek. Aztán, amikor már az emberek úgy, hogy elfelejtették, és megszokták azt, hogy róla nem kell beszélni, de azért mindig ott motoszkált, hogy de hát ez a puskás ott van, és ráadásul sikeres, mert sokáig bíztak abban, hogy, hogy leszerepel és az lett volna egy nagyon nagy elégtétel a rendszernek, hogy olyan hírek jönnek, hogy, 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 nem tudott érvényesülni, nem kapott szerződést, el lehetetlenül egzisztenciálisan is problémái voltak, mert ebben bíztak. Mindig kérdezték, hogy miért nem megy haza, és mindig ilyen, ilyen, kerülő válaszokat adott, olyanokkal kerültek ki a válasz, hogy hát nagyon jól érzi magát a családjával, meg kevés idő jut a tréning és a mérkőzések mellett arra, hogy most hazautazzon. Tehát, tehát, mindig, mindig inkább, inkább úgymond úgy mint mintha nem lenne ez neki egy óriási lelki probléma, hogy hazatérni vagy nem hazatérni, csak azért, hogy ne kelljen az újságírói kérdéseknek felülve olyan kellemetlen válaszokba bonyolódnia. De van egy konkrét eset, amit a Boskovics Jenő szokott mesélni, hogy a 62-es csillai VB előtt behívták a BBC rádió stúdiójába egy ilyen előzetes esélylatolgató beszélgetésre, és azt kérdezte a riporter, hogy Mit gondol az önök válogatottja, hogyan szerepel majd a világbajnokságon? Akkor már tudva lévő volt, hogy Puskás megkapta a spanyol állampolgárságot, és a spanyol válogatottal együtt készül a világbajnokságra, egy felkészülési meccsen játszott is, ott volt Herrera keretében. És ő azt válaszolta, hogy hát most nagyon tehetséges fiatalok jöttek föl itt a, a nagyok közé, ott van Albert Florián, ott van Tihilajos, sokra hivatott ez a csapat mire hát a riporter megütközve kérdezte, én természetesen a spanyolokról kérdeztem ön. A 70-es évek közepére jött el az a pillanat, amikor azt mondták, hogy most már, hogy visszavonult ez az ember, és nem kell attól tartanunk, hogy újabb és újabb sikerekkel kápráztatja el a rajongóit. Talán eljött az ideje annak, hogy, hogy kitöröljük végre a magyarok szívéből, és erre konkrét intézkedések is történtek. Az egyik ilyen híres sztori, az egy televíziós Történet, amelynek a jelentőségéhez tudnunk kell azt, hogy abban az időben ugye egyetlen csator, televíziós csatorna lévén hallatlan súlya volt annak, ami egy fő műsoridős adásban elhangzott nem túlzás azt mondani, hogy akkor tényleg arról beszélt az ország másnap, ami, ami ott elhangzott. Tehát ezt pontosan tudták azok, akik ezt kiagyalták. Itt a, a, szereplők a felelősséget a mai napig tologatják egymásra, és nekem nem is tisztem azt megállapítani, hogy ki miatt alakult ilyen szégyenletesen ez a történet, ahogyan alakult. De azt tudjuk a tényekből, hogy készült Puskás Ferenc egy nagy terjedelmű interjú Spanyolországban, amelyet a Magyar Televízió külpolitikai riporter Sugár András készített Madridban, azzal a felhanggal, hogy talán elérkezett az ideje annak, hogy Puskással készülhet televíziós interjú Magyarországra. Feltehetően még az is lehet, hogy ő jó szándékkal készítette ezt el, mert gondolta, hogy ez egy kuriózum, hogy ő hoz Madridból valami más munka révén jártott egy Puskás interjút. Aztán az lett a sors ennek az anyagnak, hogy Vitrai Tamásnak egy népszerű esti műsorában több más téma között, egy témaként néhány rövid percben vetődhetett föl, és Hát azt mondja mindenki, aki ismeri a teljes történetet, hogy a, a, vágás során történt olyan manipuláció, amelyre hát a technika lehetőséget ad, hogy Puskás Ferenc egész egyszerűen hülyén jött ki, ha lehet így fogalmazni ebből a sztoriból, mert a, kérdésekre nem megfelelő válaszokat adott, úgy tűnt föl, mintha nem tudna már rendesen magyarul, úgy tűnt föl, mintha nem emlékezne a, a londoni 6 ra ami hát a legnagyobb mítosza volt a magyar népnek, amiből hát aztán az jött ki, később menetrendszerűen megerősítve népszabadság és más vezetőlapok lapok jegyzeteivel és véleményt, neves véleményformálóknak a megnyilatkozásaival, hogy hát ez az, ezt az embert mi annak idején dédelgettük, de hát mennyire félreismertük. Ma már ez egy, ez egy elhízott nyugati sztár, aki legszívesebben elfelejtkezne Magyarországról, aki csak szégyent hoz ránk tulajdonképpen az egész megjelenésével, meg a viselkedésével. És, a, és, hát nagyon sok magyar embernek a fejében sikerült is elültetni ezt a, ezt a puskásképet, mert aztán hosszú-hosszú ideig tulajdonképpen erre appellálva még vissza-visszatértek ezek a vélemények, a mai napig hallani ezeket a véleményeket. Nagyon érdekes, ugye a, a magyar sport egyik legnagyobb, fordulópontja, az lehet, hogy néhány vezetőnek a kicsinyességén múlott egyszerűen, hiszen rekonstruálva a dolgokat, például az az MLS elnök, aki a, a dél-amerikai túrát megtiltó határozatot elkészítette és elküldte a kinti játékosoknak, az néhány nappal később sikeresen elhagyta Magyarországot és Ausztráliába távozott, egy nagy Marcel nevezetű sportvezető volt. Tehát ő biztos, hogy nem lelkiismereti, meg, meg sportszakmai okokból tette ezt meg, hanem akkor funkcióból fakadóan ráparancsoltak, és meg kellett tennie, de egyébként ő maga is, amint tehette, elhagyta az országot. Az, hogy a magyar labdarúgás óriási vérveszteséget szenvedett, mert a statisztikák szerint 10-12 ezer igazolt labdarúgó hagyta el Magyarországot 56-ban, az, az hosszú távon sokkal nagyobb problémákat okozott, de de a három nagy aranycsapat, Sztár, Puskás, Kocsis és Cibor kint maradása is megrodjantotta a magyar futballt olyan értelemben, hogy mint példaképek elvesztek a magyar gyerekek számára, hiszen amíg mondjuk manapság a meg annyi sportcsatorna, valamelyikén néznék hétről hétre a bajnoki meccseiket a magyar gyerekek, ha Barcelonában vagy a Real Madridban játszon a magyar futbolista, akkor gyakorlatilag, mintha elvágták volna az ő jelenlétüket Magyarországon, pedig tudjuk, hogy a futball utánpótlásában nagyon nagy szerepe van annak a motivációs húzóerőnek, amit a, a példaképek jelentenek. Tehát ezt sem szabad elhanyagolni. Tehát amikor a, a magyar futball későbbi hanyatlásáról beszélnek, akkor sok más, egyéb nagyon fontosok ok mellett azért ne felejtsük el, hogy rengeteg futballista kimaradt, például a komplet ifjúsági válogatott, és a legnagyobb sztárokat egyszerűen elvették a, a fiatalok elől. A 81-es hazatérés kapcsán látszott, hogy nagyon sokan tudatosodásos állapotba kerültek, hiszen azt tanulták, éveken át, hogy, hogy puskást utálni kell. És akkor nagy mértékben hála a csodálatos Szepesi Györgynek, aki MLS elnökként életműve egyébként egyik legfontosabb eseményének tartja azt, hogy, hogy kiárta az akkori pártvezetésnek, hogy úgymond megbocsássanak Puskának, Puskásnak, hazaengedjék őt, sőt tulajdonképpen ünnepélyes körülmények között fogadják őt vissza akkor egyszer csak jött ez a döntés, hogy hát haza lehet engedni, játszhat egy öreg fiúk meccse, tulajdonképpen ünnepelheti őt a közönség, tulajdonképpen a keblére üleli őt Magyarország. Na most ettől tényleg skizofrén állapotba kerültek sokan, mert nem értették, hogy akkor most mi van. És ez látszik is, hogyha nyomon követjük a korabeli visszhangot, hogy megint az volt, hogy a, a nagy általánosságban nem foglalkozott a sajtó az egészen, mert teljesen tanástalanok voltak, hogy most akkor ünnepelni kell a puskás, hogy hazajött, vagy, vagy azt kell mondani, hogy hát sok hibát elkövetett, de most már megérett az idő arra, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, és nem volt, volt ez a fajta álláspont is, és, és lehet néhány olyan jegyzetet is találni még, ami a kemény vonalas kommunisták álláspontját képviselte, hogy, hogy hogy mi ünnepeljük ezeket a hálátlan embereket, miközben voltak olyanok, akik itthon maradtak, akik becsülette helytáltak, és akikre nem, nem jut ekkora figyelem, és akiket nem ünnepel senki, pedig ezerszer jobban megérdemelnék, mint azok, akik itt hagytak bennünket hálátlanul. Az az üdvri valgás, és az a hangorkán, ami őt 81-ben köszöntötte a, a Népstadionban, amikor bemutatta őt 1956 után először a Népstadion hangos bemondója, az, az, az neki szerintem ö, olyan, olyan elégtétel volt, ami amiért úgy gondolt, hogy érdemes volt ezt az egészet végigcsinálni, még akkor is, ha, ha rendkívül szomorú, hogy, hogy ennek az egésznek így kellett megtörténni. Sajnálhatjuk, hogy az a néhány év, amikor ő még alkalmas lett volna arra, hogy, hogy értemben szakmai munkát végezzen Magyarországon, ezt sajnos azok, akik ezt kihasználhatták volna, azok nem nem profitáltak belőle, vagy nem engedték, hogy a magyar futball profitáljon belőle, sem a honvédnak, Honvédot nem edzhette, sem a, a magyar futball egészét tekintve nem hallgatták meg az ő elképzeléseit, hanem kinevezték négy meccsre szövetségi kapitánynak egy olyan olyan szituációban, amikor senki sem vállalta gyakorlatilag a, a feladatot, olyan meccsekre, amelyeknek nem volt már tétje, mert a csapat már elbúcsúzhatott a, a továbbjutási reményektől a selejtező csoportjában, tehát úgymond elvitették vele a balhét. Úgy volt e, e, igazán európai, a szó mai értelmében, hogy abban a 20. században szemben álló diktatúrák, kegyetlenségek, e, borzalmak tették lehetetlenni azt, hogy az emberek így fölülemelkedjenek a, a primitív előítéleteken, amit ő meg tudott tenni a futballnak és a saját genialitásának köszönhetően járt a az egymással szemben álló politikai rendszerekből, és ezek között tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy, hogy elegánsan és fölülemelkedve az egészen. Élt a világnak számos pontján, az emberek mindenütt megszerették őt, mindenütt igyekezett elfogadni az ott élők gondolkodásmódját, életmódját, étrendjét adott esetben. Tehát van olyan, olyan nagyvilági, toleráns, elfogadó mintát állít elénk, ami a legmodernebb mai európai embernek lehet egyfajta példakép. Magyarországon az a szó összetét, hogy magyar futball, az tényleg valami ilyen, 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 nagyon rossz ízű, szomorú, fárasztó, kilátástalan fogalom. Az, hogy, az, hogy magyar futball a világban, az, a, a, arra felcsillan az emberek szeme, mert, mert, nem az jut eszükbe róla, hogy a magyar válogatott már megint másfél éve nem nyert meccset, hanem, hanem az a az a misztikus valami, ami a, 20. század derekán jelentette a magyar futballt. És ennek abszolút szimbóluma Puskás Ferenc, aki mindent tudott a futballból, és aki a legnagyobb sikerek csúcsára jutott el. De az, az hogy öncélúan magunknak örömet szerezzük kutatgassunk, az egy szép dolog, de, de messze nem elég. Hanem egyrészt meg kell mutatni ezt az emberi példát mindenkinek, erre alkalmas a, a könyv, a film és a mozi. Ugyanakkor az lenne természetesen a csodálatos és a kívánatos, hogyha ez a futball szakmában is sok, hogy mondjam, a mai magyar futballra is konkrét hatással lenne, tehát nem csak ködbe vesző emlékezés. Ezért nagyon fontos talán a Felcsúti Puskás-Ferenc labdarúgó akadémiának a léte, illetve ugyanennyire a Kispesti magyar futballakadémiának a léte, hiszen ezek a műhelyek kimondva Puskás Ferenc és társainak az örökségét igyekeznek a abszolút mai gyakorlatba átültetni, úgy, hogy mai 10-12-16 éves srácoknak a, az életét befolyásolja ez már, tehát mondjuk Felcsúton is, Kispesten is több csapatni gyerek bent lakik egy kollégiumba, ők egyértelműen példaképüknek tekintik Puskás Ferencet, Bozsik Józsefet és a magyar futball nagyjait. Nagyon sok húsz év körüli magyar játékos Puskás Ferencet nevezi meg, komoly évvonalbeli labdarúgók, sőt több MB1-es öltözőben megfordulva találkoztam azzal, hogy, hogy mondjuk David Beckham vagy, vagy Ruth Van képe is esetleg kint van, de Puskás Ferenc képe is ott van, nagyon sok magyar MB1-es meg ifi öltözőben, tehát hál' Istennek rátalálnak az ő példájára.